Na, sziasztok, Gaszt vagyok, és ez itt újra a Resident Evil végigjátszásom következő része, ami azt hiszem a hetedik rész, nektek számozás szerint, de a harmadiknak a első része mondjuk. És itt van velem Trász Gaming. Sziasztok, sziasztok gyerekek. Na, én most... benne leszek a videóba. Benne lesz ebbe a videóba. Egyébként lehet, hogy sokáig fog tartani, és egyébként sokat fogunk beszélni. De annyi történt, hogy Leonra ugyebár rátörtek eléggé sokan a hídon át. Mentünk és lezártuk a hídat. Ennyi. Na, itt ennél a résznél konkrétan gyűjtögetni kell cuccokat. Szóval pénz. Money, money, money. Money, money. És így közben money, megmutogatom money, így money. Sorba így a titkos helyeket. Ó, már erre észre kíváncsi vagyok. Sok titkos helyet egyébként megmutatok. Nem! Megharapott. A dög megharapott, az a rohadt kígyó, gyere ide! Meg esküszöm, visszaharapok a kígyónak. Na, 5000 dolcsa bítát fölvettem, és azt hiszem... most lehet megkapni a játékba egy olyan dolgot. Mi, hogy... Na már nem jut eszembe az a szó. Na, a boltostál majd eszembe jut. Na, igen. Tárméret, szóval több helyenk lesz és titkos helyek. Igen, ezeket lehet megkapni itt. Igen, most már a játékban van egy ilyen Broken Butterfly, ami egy ilyen revolver, konkrétan erősebb fegyver. De egyébként ezt ne vegyétek meg, a játékban meg lehet találni ezt a Broken Butterfly-t konkrétan, szóval nem kell megvenni. A Riot Gun-t azt meg fogjuk venni, majd mindjárt. És van most itt egy Rifles személyautó, ami nagyon jó fegyver, és egy Mini Thrower, amit nem ajánlok. Ez egy ilyen robbanó szar, ami nem használható annyira semmire. Aha, oké. Okay. A Red 9-et tudnám fejleszteni, a shotgun meg a TM-et, de én most eladok pár dolgot. Közben beszéljél! Ja, úgy el kellettem untornözni. Szerzett cuccokat. Igen, ő meg untornözik. Még én meg itt... bolondítom a népet. Bolond vagyok. Hát mit akarunk szedni? Bolongombat? Nem kéne azt. Ő nem kéne. Na. Most el fogom adni a shotgunt. Lehet, hogy párótoknak ez hülyeségnek fog hangzani, de... vegyétek meg a másik shotgunt. Ezerszer jobban fogtok feljárni, higgyetek nekem. Jó, veszem is, man, oké? Okay. Látjátok, ő már veszi is. Fölfejlesztem ezt a jó kis shotgun, mit állat. Na mondjuk easy játszok, annyi a mázlim. Easy. Direkt easy játszok. Nagy csomó probléma lenne, ha nem azon játszanék. Higgyetek nekem. Nem is tudnátok, mennyi probléma lenne, ha nem ízén játszanék. Non-stop itt panaszkodnék nektek, hogy túl nehéz a játék, meg faszoskodnék. Mikor nem is kéne faszoskodni, csak gondolkozni egy kicsit, és akkor talán jobban menne a játék. Hoppá! Na, addig itt szépen egy a kelléktáramat így elrendezgetem. És akkor minden fegyverem ide fog férni. Mert most is veszni fogok most egy sniper fegyvert. Igen, jó, ha ott tettük snipert. Szóval most sniper... sniperkedni fogunk. Double kill! Sérne, double kill! Na, van most egy ilyen sniper fegyverünk, de a sniper fegyver nem ér semmit egy távcső nélkül, szóval én most venni fogok még egy távcsövet is, ami azt hiszem, igen,
Ez való. Nem tudom, mit vegyek meg most, ezt a mini towert, ami egyébként egy hasznos fegyver. Előre elmondom, ez egyik leghasznosabb fegyver kiegészítő a játékba. Szóval megéri megvenni. Nézzük meg, mit tudok velük kezdeni. Nem, esek ez. Combine. Nem is ehhez való? Akkor elég elbasztam. Jó van. Azt hittem ehhez való, akkor a másik sniper fegyverhez való. Van a más sniperek is, ami van. Van egy egylövetű sniper, de ez nagyon szar. Kipróbáltam, nekem béna vagyok vele. Ó, mondom, nem volt szimpatikus. Ugye? Hát... Semmi autó. Na az... Semmi autó, semmi autó. Na, hogy én keresek-e robbanó... Izi TNT... TNT... Amúgy izi került a Untunnebből, ja. Izi frissítés... Most arról akarok egy tesztet csinálni. A falról. A kőfalról. Ami én vitalomban is benne volt. Némán. Oké. Egyből egyet újítok a izén. Oké, akkor meg vagyunk. Azt hiszem, ja, mentek is egyet. Mentsé, az jó dolog. Sokkal fogok menteni így is úgy is a játékba, csak most 6 percet csak arra elbasztam, hogy most így a kelléktáromat csináltam, és szerintem elhagytam valamit. Ez az azért, hogy elhagytam valamit. Nem hagytam el semmit, jó. Most jönnek ugyebár arra érdekesebb dolgok. Egy kastélyban vagyok konkrétan, szóval... Hogy valahogy így Gergő is el tudja képzelni a dolgokat, egyébként Trust Gaming, de én Gergőnek fogom hívni. Kastély? Amúgy nyugodtan hívhatok Gergőnek, nem ez semmi baj. Igen, csak megkeres majd pár utcában, és megöltitek, de egyébként semmi baj nem lesz. Ne, jó, arában a Bence, ne, no para, no, ne ígyetek neki. Nem lesz semmi baj. Ő egyébként gyilkos hajlamai van. Nem. Fú, kávot mondani Bence. Most ölöm a zombikat. Zombi! Double kill! Boom, headshot! Ez az, headshot. Ter vagyok! Shit! Milyen cheater vagyok. Midi fest adok a zombinak. Fejest? Megfejeled? Aha. Oda megyek. Fejedbe kettővel. Ja. Jó, megfejeltem, mert már három kéne lennie. Nem kettőnek. Kettő! Jajjaj! Gyerekek ebben egyébként... Nem mondod itt! Jajjaj! Köszönöm! Nem mondok van egy... Szegény csávó fejét lelőttem. Fémacket, jó magas her. Tudjon nagy. Na. Egyből átváltok gépfegyverre. Másrészt Uzira, csak itt valahogy máshogy van írva. Na. És most jönnek a bunkó csávók is. Nagyon fasza lesz. Őket úgy lehet megölni, hogy konkrétan sniperrel vagy. Azt hiszem van egy másik mód is, de én azt nem használom. Én tudom már mi a másik mód. Valamit itt tökön vered. Nem lehet oda menni, direkt úgy van kialakítva az egész, hogy nem lehet oda menni. Aztán jó lett volna. De itt egy ágyú. What the fuck? Aha, ágyúval lőnek rám. Tehát ilyen katapulta, inkább azt mondom. De itt meg egy ágyú van. Ezt is lehet majd használni, azt hiszem, vagy nem ezt. Hát lehet, hogy most lelőttem egy point így a játékba, de azért jó. Nem biztos, ennyit tudunk mondani. Nem biztos, hogy tudunk játszani. Nem biztos. Nem tudom, nem szól bele erre a izé. Mi a... Hoppá! Majdnem eltaláltak.
Majd volt a double kill. Milyen ember? Oké, okay, nagyszerűen Ashley meghalt. Az hogy? Milyen Ashley? Nézzük is kérdezkedett. What the fuck volt? Hogy fogalmazzak? Ashley úgymondva a partnerünk. Rá vigyázni kell. Csak egy a gond. Hogy mindenhonnan lőnek rád és nem bűsz rá vigyázni. Egy kicsit nehezíti az inket a védelmet. Mi? Akkor. Igen, csak most újra kell egészet csinálni és én nem akarom végignézni ezeket a videókat. De most van esélyem, hogy javítsak a hibámon. És fejbe lövök mindenkit. Oké. Okay. Most jól csináltam. Oké, okay, most újra töltöttem. Ha haladunk ki szépen lassan. Nem kell hamarkodni. De komolyan borjú fejű csávó, az így lövöldözik ránk. Maszk van rajta. Eltakarja a csúnya arcát. És Ashley megint meghalt. Az olyan halt, mert így lőttek folyamatosan. Igen, nem bírsz átmenni ott konkrétan, de már tudom is, hogy kell tovább menni. És bence szerintem most vágok egyet. Minimális vágást fogtok látni. Közben beszélhetünk. Ja, igen. Ki lesz vágva? Aha. Jó. Hát tudod, ez a gond egyébként, hogyha valakivel videózok, szóval valaki így beszól így közben a videóba, akkor így elfelejtek a játékra koncentrálni. Aha, elnézést kérek. Nem gond, csak én minimálisan zavarom. De csak én minimálisan. Te mondta beszélj. Most például elsőre le tudtam lőni a izét, szóval valamennyi a kamera is beleszól az egészbe. Wait. Na. Most újra. 1, 2, 3. Na, visszatértünk. Madaló. Ordo. Na, ezt a részt úgy fogom megcsinálni, hogy Ashley-t ott hagytam lent a lépcsőn. Ha jön, akkor jön, ha nem, akkor nem, kész, én ott hagyom. A szemétnek tűnök, nem vagyok az. Nincsen helyem kelléktáramba. Ezt el tudtam rakni, a pénzt is el tudtam rakni, a pénznek mindig van hely. De ezt hová rakjam? Nem bírom elrakni. Na ebből probléma lesz. Nem tudom elrakni. Follow me. Jó van, Ashley-t legalább nem támadják meg. Ennyi pozitívumon legyen. Aha. Oké. Okay. Na, egyből engemet támadtak meg. Nem baj, hílelkedjek magamon. Jó van, semmi gond. Oké, okay, megint eltaláltak. Csávót megöltem.
Oké, felszettem a dolgokat, és easy játszok, gyerekek, szóval ezt úgy nézzétek, hogy én most easy játszok. Úgy, né. Ashley, gyere! Egyébként non-stop ebben a játékban Ashley-zni fogok már, bocsánat, de... Nem tudom, hogy kit zavar vagy kit nem, de... Muszáj Ashley-znem, hiszen Ashley a neve. Fölvettem a nyakéket, vagy nem tudom mi ez. Már egyszer nem vagyok képbe egyébként a női ékszerekkel se. De mindegy. Közben így megszólalsz? Ja, elnézést kérek, elnézést, most ilyen... Megakadtam, elkezdtem, izi... csúnál mondani a játékról. Azért én imitottam, elmondom. Oké, elmondom neked, hát, hogy fogalmazzak? Nulla HP-m van, de élek. Csak lehet, hogy nem túl sokáig. És elmondom, gyerekek, easy fokozaton játszok. Easy-n. És rohadtul nincs már HP-m. Ilyen nehéz. Na, Ashley, te maradj ott, én addig itt körülnézek. Na most aztán a... Bizbaszt. Hogy... Föl tudjam hozni az ágyút, ami nekem fog kelleni a továbbjutáshoz. Ugye be, amit lent láttunk, azt hozzuk most föl. És használjuk is. Fire! De egyébként tök jó, hogy nem is láttunk semmit kirepülni az ágyúból, de valami eltalálta az célpontot. Na mindegy, ne keressünk hibákat egy olyan játékban, ami nagyon jó. Yeah. És régi, mert 2005-ös, ha jól tudom. Ja, akkor csomó hibája felkeresni. Igen. Nem? Ez természetesen géptől függő a hibák, de... Ja, aha. Már azért... Szerintem... Így nézve az egészet... Jól megoldották, szerintem. Rengeteg olyan jó megoldás van ebben a játékban, amit hiányoltam. Pár játékból. Csak most lesz igazából a nehezebb... Most jönnek igazából a nehezebb dolgok. Jajjaj. TM. Már félek előre, hogy mi lesz itt. Gyerekek, ez egy tutoriál akar lenni, hogy hogy kell az összes pénzetet elherdálni. Az éveszel, az főszerelésre kell úgy. Igen. Probléma az, hogy nagyon sok dolgot kell venni ebbe a játékba. És hát, hogy fogalmazzak? Annyi dolgot veszek, hogy már egyszer nem fél a zsebembe. Adni meg, eladni dolgokat eladok, csak nem túl sokat. Na! Megvan, gyerekek! A előző részben ugyebár mondtam azt, hogy a lámpák alatt van, valamelyik lámpa alatt van egy kristály. Na hát ez az a lámpa. Erre emlékeztem. Akkor nem ott a elején volt, hanem itt a közepetájéken. Na mindegy. Akkor... Na, Hennigan hív. Remélhetőleg Hennigan ez. Igen. Ugyebár Hennigan mondja, hogy... Mi a koordinátánk? Well, it appears that this castle is also connected with the Los Illuminados. Must not get many visitors here, because... Egyébként tök jó nevek vannak egyébként ebben a játékban. Los Illuminados. Meg ilyesmi. Da. És blokkolják a jelünket, nagyszerűen. Hát igen. Kicsit előre adtam. Na. És itt elsőnek föl lehet venni majd egy ilyen platinum kard féleséget,
Amit én föl is veszek. Na, miért kell fölvenni ezt a platinum kardot, majd mindjárt megtudjátok. Ide följünk, és megnyomjuk az F gombot. És gyere, gyere, nyugodt, gyere, gyere ide, gyere, ellenfél, gyere ide. Jajjaj. Jönnek. Shotgun-t elő. Írtóra meg van erősítve a shotgun, szóval... El az a karakkal. Jézus! Mi van a fejeddel? Gyere ide! Ashley! Az anyád úristenit! Így. Nem szeretnék több hülyeséggel foglalkozni, Ashley? Itt vagy egyébként? Igen, eszek. Itt vagyok. Eszel? Hm? Jaj, de jó. Igen. Gyerekek, a játékban vannak ezek a paraziták. Na, ennek a parazitáknak egy második formája, ami, hát hogy fogalmazzak, egy olyan dolgot tud, hogy automatikusan meg tud téged ölni, ha közel ér hozzád. Szóval, kerüljétek el. Egy nagyon durva parazita, szóval vigyázzatok vele. És természetesen ebbe a várba nagy csomó parazitával fogunk találkozni, szóval elkerülés lehetetlen kb. Na. Most craftolunk, mert most csak azt tudunk csinálni. Abban rohadt kevés a helyem. Shotgun töltény rohadt. Sok van. Pisztolyból meg alig fogy valamennyi, szóval pisztollyal megyünk tovább. Remélhetőleg no problémával. Találtunk egy gold kardot, na ezt kivesszük. És helyette berakjuk a platinum kardot, amit előtte találtunk. És most lemegyünk. Velünk jön Ashley. Ne felejtsétek, hogy itt van Ashley, szóval őt vigyétek mindenképpen magatokkal. És a gold kardot meg a lenti részre kell rakni. És mehettek vissza. Ennyi. A nagy fejtörő ennyi volt. Egyébként nem tudom a nézőim közül ki járt a Resident Evil világába. Ezt úgy megkérdezem. Mert ha tényleg valaki járt a Resident Evil világába, akkor... megkérdezem, hogy a első három része melyik őtök játszott. Leon! Louis! I've got something for you guys. Must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you. Okay. Yes. Úgy látszik, Louis segíteni akar nekünk. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. Aha, szóval Louis most azt mondta, hát most valamennyire lepróbálom fordítani, hogy valamit hozni akart, ami nekünk segít, ami nála volt, csak nagyszerűen ott hagyta. Szóval alapjába véve mi mindig elkaptuk a fertőzést, és alapjába véve akármikor átalakulhatunk. És most Ashley-be van a fegyverem, nem félreérteni. Jó van. Arra kell tovább menni, akkor menjünk arra tovább.
De mielőtt erre mennénk tovább, menjünk el erre inkább, mert most így érdekel, hogy mi történik, ha erre menjünk. Oké, zárva van, nem szóltam. Menjünk arra. Jó vagyok én is. Hát ha betöltem a játékonnak örülnék. Jaj. Itt van egy olyan elrejtett tárgy, amit egyébként jó ideig nem vettem észre, de... Ki kuncog így? Ki a jó büdös faszom kuncog? Na majd mindjárt megmutatom, hogy ki kuncog, mert én tudom. Én is tudom, tengeri malac. No. Gyerekek, ő itt! Salazar. Hm? Salazar. Az a neve a csávónak. Ja, ő kuncog. Igen, akinek két kibebaszott csótány testőre van. Csótány? Igen. Hát ilyen félig átalakult csótány zombi szörny, nem tudom pontosan ezt leírni. Láthatatlanná tud válni, meg ilyesmiket tud csinálni. Szóval eléggé durva egy lény. A játékban két dolgot lehet ezekkel a lényekkel is csinálni. Vagy megölöd őket, vagy ők ölnek meg téged, szóval. Vagy elmenekülsz még, ez is megoldás néha. Na, pozitív annyi legyen, hogy... Hogy... Légy szíves, Leonék, hagyjatok már szóhoz jutni. Na, köszönöm szépen. Annyi a lényeg, hogy ebbe a kastélyba fogunk tevékenykedni, szóval nagyszerűen most mindent össze kell szednünk. Oké, itt van egy ábra, ami egy kentaur kecskét ábrázol. Eléggé hülyén elmondtam, de remélhetőleg értettétek, hogy kentaur kecskéről van szó. Dobozok helyett, vagyis, hát hogy fogalmazok, hordók helyett most már ilyen vázákat kell széjjel törnünk, amit széjjel törhetünk ugyanúgy, mint a hordókat. Hú, már levegőm sincs, és vizem sincs. Ki fogok hamar száradni, gyerekek. Bár, iszok helyettek, oké? Okay? Menj picsába. Iszok helyettek. Azért vagyok itt. Ő iszik helyettem. Na, megyünk erre tovább. Ez a igazi barátság. Hogy is van egyébként? El is felejtettem. Igen, ekkora lesz a térkép. Csak ugye ezt megmutatom. És ugyebár itt van valami, ami itt el van itt dugva. Hát megnézzük, hogy mi van itt eldugva. Én tudom. Itt, a hátunk mögött van egy szinte észrevehetetlen... Na mi ez? Brosz. És a brost föl lehet használni, gyerekek. Szóval ez a brosz nagyon fontos. Lehet kombinálni, és már meg tudtuk csinálni masznak úgymondván a felét mondjuk ki. Már csak ilyen egy brosz kell még bele. És akkor 100%-os lesz. Megint mentek, mert ennél a játéknál nem elég egyszer menteni, többször kell. Na, és folytassuk a játékot. Jaj, már itt ezen a részen vagyunk. Jézusom, hát ez durva lesz, akkor... Hú, gyere ide, Esli. Itt jó helyen vagy. Fölveszem akkor a lőszert. Ezt leveszem. Slendernek a festményét. És... Elveszem a pénzt, a 5000-et. A növényt elveszem. Lelövöm a lőszert. A shotgun lőszert. Follow me. Wait. Egyszer-kétszer azért még látunk ilyen ládákat. Follow me. Na. És üzenet. Na. Louis Sérához szól, hogy el kell kapni, meg van egy ilyen méregszerűség, amit keres
Valami ilyesmiről szól az egész, azt hiszem. Wait. Na. A két ló fújja a tüzet, szóval erre mehetünk tovább. Igen, két ló fúj tüzet. Eléggé jól elmondtam. Na. Follow me. Nem tudom, hogy hol van a izé, hogy kell tovább jutni. Elfelejtettem. Megvan. Wait. Follow me. Na, gyere ide, Ashley. Ide is. Wait. Jó, megállsz. Na, előveszünk ugye a fegyverünk. Fegyverünk már. Kulcsunk. És igen, jól látjátok, ott van valami érdekes kis lényecske, ami éppen minket néz. Egyébként nem horrorisztikus, hogy ott áll és konkrétan egy szót nem mond. Á, nem, nem az. De hogy nem. Nagyon igen. Szerintem én számomba. Jó van. Most... Megértem. Most ezt a részt utálom egy kicsit, elmondom, gyerekek. Igen, lehet látni, be van kötve a szeme. Hát nem be van kötve, hanem... Igen, lehet látni, a parazita a hátából nő ki, és igen, azt kell találni. Igen. Jajjaj! Gyönyörű széjjel szedted, fassza, én hátba lőlek, és ezzel nyerem a kört. Na, ide a zsét. Follow me. Gyere le, Ashley. Most ezzel szed biztonságosabb, mint fönt. A lovag ne okádjanak tüzet, nem arra valóak. És egyszerűen zúgsz. Gergő? Amúgy le vagyok kapcsolva némítóra. Ne zavarjak azért se. Hát nem kell engemet zavarnod. Hát figyelj, beszélgethetünk attól. Beszéljünk, no, hüvelygombáról viszont hozzá. Csak én logikusan játszok ezzel a játékkal, szóval... Oké. Úgy. Rambam. Hátba rúgtam a csávót. Mi a céljelnek a játéket, ha megkérdezem? Az elnök lányát, azaz Ashley Grahamet kell biztonságba juttatni. Uh-huh. A játék elején elrabolták, konkrétan annyi történt, és... Nem mondta anyukát, hogy ne játsszál dinamittal! Te miért célzol ilyen közelről rám? Te hülye vagy? Jaj, gyere.
Igen, célzási tudományomat meg kell kérdőjelezni. Tudom, hogy eléggé hülyén célzok, de PC-s irányítás, szóval eléggé gagyi lett. A HD verziónak azt hiszem jobb az irányítása, ezerszer jobb az egész. Úgy. Lerugom. Tökön lövöm. Soha többé ne legyen gyereke, miért tökön lőttem? Ha fejen lőjük, akkor automatikusan leesik a feje, és kibudjon belőle az alien. Ugye ezt nem akarjuk. Ez így. És erre adja a hangokat az alienhez. Ne kérdőjelezzek valamit azért. Nem mondod. Nem áll. De volt itt egy pacika. Lovacska volt. Benne a játékban. Lovacska? Nem szóltam. Tudok kinevezni lovacskának. Igen. Nem most jutott arra. Neked meg az jut eszedbe. Hát csak úgymond elmondtam. Mondjuk én is mondtam egyszer-kétszer, hogy lovacska, de... Gyere közelebb, gyere, úgy. Igen, imádom, mikor beleálltok a lövésembe. Az jó, az mindig jó. Várjál már! Anyád úristen, itt hát mit csinálsz ezzel a lányzóval? Mit csinál? Hát elvitte. Oké. Okay. Elvitte. Ne! Te... ne ölj meg. Köszönöm. Ugye nem jön semmi? De, jön. De most töltünk újra. Felszedjük a dolgokat, mert egy idő után eltűnnek. Szia! Te alien szabású fejes valami. Köszönöm szépen, hogy körénkbe üdvözöltlek, de hajj meg. Ezt úgy jó elmagyaráztam. Igen, nagyon jó. Én is arra. Meglepődtem, hogyan magyaráztad el nekem. Te miti ők, ti miti ők. Ti ők. Érted? Érted, nem érted, vagy érted? Megérted? Nem értem. Figyú, kövesd a szalagot egy ideig, utána engedd el, és utána újra próbáld követni. Érted? Nem érti. Pityu ezért ma nem kap kekszet. Ezért nem kap kekszet. Üdvözlöm uram! Ön egy derék ember, aki két lábon áll a földön, csak... Csak a szíven lövöm, akkor halljon meg. Miért nem halt meg, vagy mi? Eléggé jól bírják a golyókat, úgy kb. 20-szor bele kell lőni egybe. Még easy fokozaton is. A cheater. Easy fokozaton is nagy csomót bele kell lőni ezekbe. Nagyon nehéz a játék. Ezért lenne neked van. Mi? Én tudom, hogy nevezem őket. A cheater. Cheaterek megérkeztek a McDonald's-ba. Úgy nevezed, ahogy akarod. Én zsíros bödönnek. Jó, zsírok, gyere már. Ez hogy... Igen, ennél az ajtón ezt nem bírom megcsinálni, kár, pedig jó lehetne. Jó lenne. Hello. Ez szexuális zaklatás. Bencibe következik, mint kasztal. 18-akadik a következik. Bazd meg. I.
Igen. Eléggé unfair most már a játék, mint lehet látni. Nem baj. Adunk egy kis healt magunknak, mert kelleni fog. Gyere közelebb, te dög. Gyere, gyere, még közelebb. Úr. Köcsög. Megette utolsó zsíros kenyeremet? Anyád, úristen. Tom, nem vagyok példakép alak. Ashley, te meg ne álljál már ott, mint egy fasz. Jézusom. Várja, zsírok. Nekem kell csinálni a dolgokat. Sírok. Na én nem sírok. Mit hív? Wait. Follow me. Ja, Ashley, az Istenem, te mit csinálsz? Kirúgja konkrétan a izé oldalát. A ház oldalát. Patkója van ennek a csajnak, hogy mi a faszom? Nem, TNT-je, szerintem. TNT, when are you? Oké, na most lesz itt fosatós rész, gyerekek. Egyébként normál fokozaton azt hiszem itt van két íjász is, szóval még nehezebb normál fokozaton ezt a részt megcsinálni. Na, itt találtunk egy lábgomba ellenes sprét. Az igen. Hát nem tudom, hogy hogy hívjam máshogy, de az a lényeg gyógyít, szóval bőven visszük magunkkal. Shotgun, kő. Tátunk követ. Kő, szaszkő. Szaszkő, ezt úgy jó elmondta, szaszkő. Naruto. Igen, nagy Naruto fan. Ne öljétek meg, majd én megadom. Aha. Oké. Kösz. Fight. És most ilyen könyvbe lábadna a szemed, és akkor így mondod, hogy te hisz. Nem szeretel a Naruto-t. Sasuke! Naruto! Ákus rétes! Ez jó. Oké, na, mász fel a hátamra. Oké. Okay. Oh, hogyan? Okay. A csajnak mondom, nem neked! Watch out for me. Jó van. Igen, köszönöm. Köszönöm OTP-nak. Hapsikám, te mit csinálsz ott? Cheater. Jó van, nem szoktam. Oh, köszönöm szépen! Eszembe jutottjátok a régi szép napajámat. Köcsögök. Oh. Nénikét. Úgy. Tokán rúglak, keci. Healelünk egyet magunkon. Fassa. Na, most sniperezünk. Így kell mondani, tényleg kettőbe. Eddig. És pont lelőttem a csávót, köszönöm szépen. Te köcsög, az én dugusz. Na, a csaj után mennyi. Á, Istenem, csak menjetek már innen. Küzdök itt velük. Oké. Töltés. Közel vagy. Túlzottan közel. Mondom, túlzottan közel vagy, mit nem értesz? Ezek halottan is el akart fogni. Hallottam. Igen. Segbe lőttem.
Úton ügyettem. Gyerekek, nem lesz töltényem. Nem lesz történed? Az igen. Hogy... olyan közel lőlöm őket, hogy csak bírom. Aha. Na. Ashley, gyere! Ebben a részben is lejön valami bugyivillantás. Bugyivillantás! Oké, okay, megvolt. Bugy... jó van, nem tudom. Mivel játszol is, Randy? Megkérdezed. Mivel játszol? Nem kérdezem, csak azért. Azért is megkérdezem, mivel játszol. A kénysze. Mit csinálsz? Ki csinálj, mit csinálsz? Oké, okay, adok valami, neked valami tápot. Tápot? Tápot az én ezt szoktad adni a csipkéknek, nem? De most ő is kap. Oké. Okay. Ennek kis túlzás. Oké, okay, Ashley az legalább szépen tud ugrani. Szexi. Jó, szexi. Figyelj, szexi. Én annyit mondok erre. Japánok csinálták a játékot. Az is benne van a pakliból, hogy japánok csinálták ezt a játékot. Japán. Japánok. Jaj, ezt, tudom ezt a részt, erre emlékszek. Nem sokára lesz egy izé. Játék végi főcím, meg izé. Aha. Okay. Megint lehet újítani, köszönjük. Riot Gun. 6000-ből szerintem mit tudok venni? A válaszom erre tudod, hogy mi? Semmit. Mi? Aha. Okay. Akkor pozitív legyek. Elhagytam valami ékszert. Ott van egy ékszer. Na azért elmegyünk. Jajjaj. Én tudom mit... gyerekek, itt van. Mert tudom mit hagytál. Tördök kolbászt. Füstös sem. A játékban egyébként vannak olyan részek, ahol ilyen árus mellett van egy ilyen... hát hogy fogalmazok egy ilyen... kipróbáltod úgy mondva, hogy mennyit érnek a fegyvereid ilyen dolog. Féleség. Majd ebbe is benézünk mindjárt. És külön videót akarok ennek szentelni, szóval... meg fogom vágni most így a videót nem sokára. A gránátot fölvettem. Van granyóm, ennyi, van granyóm. Nekem van TNT-m. Nem szóltam. Na, szóval ide bemegyünk, akkor lehet ilyen... hát igen, ugyanaz az űrge van, úgy látszik rokonok. Na. Az a lényeg, hogy Ashley az itt maradt, szóval nyugodtan leparkolhatjuk. Jó van, én is jó, leparkolhatjuk. Mi a hőjár, mi vagy mi? Na megkérdezem, Ashley, hol vagy? Ashley, hol vagy? Ja, leparkoltam a megruhát. Jó van. Na. Akkor most elmondom ennek a szövegét, hogy ez mit mond. Annyi a lényeg, hogy 1000 pontot el kell érnem, és ami, ha tovább csinálom, akkor kapok jutalmakat. Game Rules, az 1000 pont kell, hogy Prizes legyek, az meg 3500 pont.
Mert speciális bónusz. Lehet. Van ilyen sok dolga játékban. Az a lényeg, hogy ez céllövölde. Speed Refere. Oké, ez lesz. Itt annyi a lényeg konkrétan, megnyomom a csengőt, és akkor teljesen lövöldöző módba kapcsolunk, és akkor lövöldözhetünk. Itt minden egyes fejbelövés plusz pont, szóval megéri. Csak egy gond van, szinte lehetetlen ez a célzás, szóval... Úgy kéne nekem most így céloznom, hogy mindenkit fejbe lövök, és akkor talán még úgy kapnék jó sok pontot. Igen, ha mondjuk nem is töltenék újra, annak mondjuk jobban örülnék. És mennyi pontot kaptam? Mindenkit megöltem, ezért kaptam 3 ilyen... Hát nem tudom, hogy hogy kéne ezt megmutatom, mert most erre is van most így időm. Na, itt az a lényeg, hogy kaptunk egy olyan dolgot, ezt konkrétan egy ilyen, hát hogy fogalmazok, gyűjtető figurákat. Meg lehet nézni Leon Scott Kennedy-t például, ilyen tök szépen lemodellezve, vagy itt van például Ashley Graham, akinek éppen nem lehet belátni a szoknyája alá, pedig sokszor beláttunk már. És itt van ez a piros ruhás nő, aki Ada Wong néven szerepel itt. Igen, bele még leszek két ilyen külön szál a játékba. 4 darab ilyen hely van a játékban, és én ezekkel nem szeretnék foglalkozni. Semmi pénzért nem fogok ezekkel foglalkozni. Ezeket hanyagolni fogom. Nem lövöldözök, nagyon-nagyon sokáig tart, nagyon-nagyon nagy hülyesség, és csak a időmet veszi el, ja, és inkább a végigjátszással kéne törődnöm, ja. Szóval, majd ti végigjátszátok, és akkor majd megnézitek ezeket a bábúkat, én nem akarok ezzel foglalkozni. Kapsz összára, végigviszed azt az ízét. A lövölgét. Te mondod. Na, mentünk egyet. Mondtatok valamit? Igen. Mondjad. Mert csinálok, kapott a Oceanból Ferike a bingát. Nos, stop, ez az Ocean Ferikével jön. Ki az neked, rokonod? Igen, rokonom. Hát nem így, nem így vagy. Várj, mi? Azt hiszem, ja, de nem, várj, mi is. Megkapott a bingát a Oceanból Ferike. Elmész a Oceanbe, megveszed a bringát. Oda a csajt, úgy értem. És akkor úgy. Na. Hogy, úgy. Ashley köhög. Vért még hozzá. És Ashley menekül. Hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Fordulj meg Ashley és es csapdába. Nem is szóltam. És innen folytatódik tovább a játék. Ennek a fejezetnek itt van vége, szóval Leon egyedül maradt. Ja, ez lett volna ez a rész. A tetszett, hogy itt van velünk egy idegesítő hülye gyerek. Nem, csak ilyeskedek. What the fuck? Mi a baj? Na, hogy itt így nálunk. Csak ilyeskedek. Na, szóval... Megismered a tőtök kolbát. Na. Trice Gamingnek a csatornája a leírásba lesz. Megnézhetitek.
Rölkedtek rajta egy sort. Leginkább Untornet videókkal foglalkozik, szóval úgy figyeljetek rá. És egy órás lett ez a videó. Szeretem Untornetet. Köszönjük, MSE. Na, szóval a következő részben egy ilyen börtös résznél leszünk. Addig is, ha tetszett a videó, nyomjatok lájkokat, mert ugyebár én azt kérek. Ha nem tetszett, dislike-okat, hiszen azzal fejezted ki, hogy tetszik vagy nem tetszett a videó. Ha többet akarsz, iratkozz fel a csatornámra, told a piros subscribe gombbal. És van természetesen a videó alatt egy kommentelési szekció is, ami alapjában kis fehér rubrikákból áll, amiben be tudod pötyögni a kis akarni valódat, például, hogy hozzá már kenyert a boltból, meg ilyesmiket. Perike, hogy a... Na mindegy, sziasztok! Sziasztok!